korábban már egy rövid másfél éves időszakig voltam a polgármester a 2000-es évek elején. Teljesen más volt egy 10 évvel ezelőtti helyzet, az akkori feladatok, pénzügyi és szakmai lehetőségek. Tudom, hogy mire vállalkoztam most, teljesen más helyzetben, ez teljes embert kíván. Bízom abban, hogy polgármester úrral, képviselőtársaimmal együtt meg tudjuk valósítani azokat a célokat, amelyeket megfogalmaztunk az elmúlt időszakban. Mindenre igyekezett odafigyelni, nem csak a munkában, hanem a munkatársakra is. Egy közösségteremtő, összetartó ember volt, aki nagyon fog hiányozni. Zoltán egy nagyszerű ember volt. Rendkívül tisztelt mindenkit, soha senkit meg nem bántott volna. Még a politikai ellenfeleink is elismerték ezt a kitűnő tulajdonságát. Az ő elvesztése egy olyan űrt hagy maga után, amely a hűvös, ideg gondolkodást, nem a számítót, hanem az emberit, ezt fogja nélkülözni a következő időszakban. Amit maga után hagyott, az egy szép életmű. Én magam részéről mindig csak ilyen magasztos értékeléssel tudok rá gondolni. Mindenki pótolható. Ez a munkára talán igaz, sőt biztosan. De az ember, a személy az nem. Fazekas Zoli sem pótolható. Az, ahogyan ő tette a dolgát, ahogyan ő tevékenykedett, amilyen ő volt, olyan természetesen nincs más. Halál előtt néhány nappal meglátogattam a kórházban. Példát adott emberi méltóságból, ahogyan elviselte a szenvedését. Példát adott életével, szenvedésével és halálával is.